Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világhelyzettel? De lehet, hogy még, ugye ezt itt az irodában még nem kérdeztem meg azóta, mióta ez a helyzet van a jelenlegi. Ugye elég közel van hozzánk egy viszonylag, mert hát Európában van, ugye egy háborús helyzet. Szóval a lényeg az, hogy mennyire vagytok elégedettek? Nem vagyok. Nem vagytok? Mi baj van a jelenlegi világban? Ha nem figyelsz oda erősen, akkor eszedbe juthat egy golyó is. Hát de ugye várható események voltak, mármint nem feltétlenül ez, de hát ugye én említettem azt, hogy helyette más lesz, ami eddig volt, ahelyett más lesz. És ugye be is jött, hogy más lett, de azt is mondtam, hogy nem jobb, hanem rosszabb. Na most nyilván nem azt mondtam, lehet, hogy nem azt mondtam, hogy rosszabb, csak az, hogy nem jobb. Tehát lényeg az, hogy lehet, hogy ugye Putyinnak Nobel-díjat, egészségügyi Nobel-díjat kell adni, mert pár nap alatt megszüntette a Covidot. És mintha már az nem is lenne téma. Nem? Szóval lényeg az, hogy ugye az ilyen hírportálok most már csak szinte ezzel vannak tele, alig van más hír, mint a más hír nem is lenne a világban. De nem tudom, figyelitek-e, hogy a média az milyen szerepet vállal ebbe az egészbe. Tehát mennyire próbálja a közönségnek nem csak a hangulatát, hanem azt, hogy állást, tehát hogy mennyire irányítja magát azt hogy hogyan gondolkozzanak erről az egészről az emberek. Szóval így van, hát itt ugye megint ugyanolyan propagandát folytatnak, mint amikor elkezdték ugye a pandémia kérdését, és ugye véleményt formálnak, ezt a szót kerestem, tehát véleményt formálnak, tehát hogy olyan véleményük legyen az embereknek, mint amit ők akarnak, hogy legyen. De ugye megint csak a média az viszonylag egységes ebben a kérdésben. Tehát ha megnézitek, tehát viszonylag egységes, tehát ugyanúgy, ahogy egységes volt ugye az elmúlt két évben is, és főleg ugye azok a médiákról van szó, amik nem ilyen alternatív média. Szóval eléggé érdekes helyzet van itt a világban. Tehát ha itt emberek még mindig azt gondolják, hogy az a világ visszajöhet, ami volt, akkor óriási tévedésben élnek, mert ugye próbálják ezt is elhinteni az embereknek, hogy az a világ még visszajöhet, de nyilván egyre inkább ugye ez már nem igaz.
Hát akkor hát ha már így alakul ez a dolog, ugye mondok ebben kapcsolatban egy-két dolgot. Hát ugye volt egy érdekes dátum most, tehát amikor a Covid elindult, akkor is volt egy érdekes dátum, akkor ugye az érdekes dátum az 2000, azt mondja, hogy is volt, 2020, igen, 2020, ugye az egy négyes, és ugye 4. hó 4 volt ott egy érdekes dátum, ugye azelőtt indították el a Covid-nak a dolgait, ugye 2 héttel, most pedig ugye megint volt egy érdekes dátum, most pedig a 2022, az csupa kettes, 2. hó 2-a, ami azt jelenti, hogy ugye a csupa 4-es az egy eléggé nagyon negatív szám, és a csupa 2-es az megint egy eléggé nagyon negatív szám. Tehát ugye a csupa 4-es, csupa 2-es az annál rosszabb szám gyakorlatilag jelenleg a naptárban nem is lehetne, mert még lehetne csupa 6-os, de az most valahogy nem tud összejönni ugye a közeljövőbe. Igen, de a csupa 4-es meg a csupa 2-es az ugye eléggé szépen összejött. Hát ugye valamilyen szinten majd ott is összejöhet egy csupa 6-os, mert gondoljátok végig, hogy 6. hó, tehát 2022 van most, az egy 6-os, és ugye lesz még egy 6. hó, 6-a, és az is nagyon negatív szám, a 3 darab 6-os, és hát majd akkor annak a környékén is várható még valami nagyon negatív esemény. Jó, tehát csak úgy mondom, mert nagyon érdekes például ez a csupa 2-es szám és annak energiája, mert ugye rá egy napra vagy kettőre indult el a háború, tehát ami azt jelenti, hogy egyik nap volt, következő nap már mozgolódtak, és utána már támadás is volt. Szóval a lényeg az, hogy érdekes energetikailag, ugye mert energetikailag kell vizsgálni ezeket a számokat és a számoknak az energiáját ugye a dátumokban, és ugye érdekes módon ezek úgy bejönnek, és ugye hát lehet, hogy kezdem egy nagyon durva résszel, nem azért mondom, hogy bárkit elijesszek akár az előadás hallgatásától, mert utána azért mondok megoldást. Ugye mindig az a lényeg, hogy megoldás az legyen. Szóval a lényeg az, hogy mindjárt mutatom, hoppá, ezen a bolygón meghatározott időn belül a teljes bolygón aranykornak kell lennie, ez 2035, az nem egy messzi időpont, hiszen a 2035 az akárhogy nézzük, az 13 év, tehát nem olyan messze van az, és előtte van egy 9 éves időtartam, amiben a 9 évben már ugye föl kell sorakozni a különböző országoknak, régióknak az aranykor területére, mert ugye 2035-re az egész bolygón aranykornak kell lenni, és ha ugye visszanézzük, az 2026, és a 2026 az meg már mindössze 4 év, tehát 2026-tól 2035-ig ugye szépen sorba a bolygón lévő nemzeteknek, nem is országoknak, mert itt nem erről szól a történet, hogy ország, hanem nemzeteknek be kellene sorolódni az aranykorba 2026-tól. Na most
lényeg az, hogy amennyire nem sorolódnak be a nemzetek, annál annyira lesznek problémák a bolygón. És ugye mit jelent az, hogy aranykor? Az aranykor az a szeretet, tehát az elnyomásmentes szeretet, béke, boldogság kora, ahol az emberek elérik azt, hogy szeretetben és békében tudjanak működni, és elérik azt, hogy, ugye aranykor lehessen, magyarul, hogy semmilyen elnyomás ne legyen a bolygón, tehát az elnyomók azok ugye nem jutnak be az aranykorba, nem juthatnak be az aranykorba. Ezt nem én találtam ki, most nehogy félreértsétek, én csak egy üzenetközvetítő vagyok ezzel kapcsolatban a fentiek részéről. Ez azt jelenti, hogy, ugye az sem juthat be az aranykorba, aki nem tanulja meg azt, hogy ne elnyomoskodjon. Tehát ugye az elnyomókat sose fogják megtanulni, hogy ne elnyomoskodjanak, tehát azok képtelenek rá. Ugye ők a bolygó 20%-a, tehát a bolygó 20%-a az, antiszociális személy, tehát elnyomó. A 80%-nak a nagyon nagy része, hát legalább 80%-a az rendszeresen elnyomoskodik, mert elnyomást kap. Ami azt jelenti, hogy nem elnyomó, hanem szociális személy, de ha elnyomást kap, akkor továbbadja az elnyomást. Tehát most gondoljátok végig, azért nem kerülhetnek be az aranykorba elnyomók, mert addig, míg elnyomók vannak, addig a szociális személyek is elnyomóskodnak. Na most ez a fő probléma ugye az elnyomókkal, hogy gerjesztik a, nem elnyomók elnyomásait is. És ugye van még egy probléma, hogy amikor egy szociális személy elnyomást kap, tehát valaki éppen olyan állapotban van, hangulatban van, hogy hajlamos az elnyomoskodásra, akkor nem tud tanulni. Legalábbis jót nem tud tanulni. Hát gonoszságot azt tudna tanulni, de hát az meg kit érdekel. Szóval a lényeg az, hogy azért nem tudnak a, tehát ezért nem tudnak bejutni az aranykorba az, az elnyomók, mert elnyomoskodnak rendszeresen, folyamatosan maguktól, őket nem kell elnyomni ahhoz, hogy elnyomoskodjanak. És egy olyan ember, aki elnyomoskodik, az képtelen tanulni. Tehát ha megnézed, az elnyomók az iskolában, amikor iskolába jártál, és megnézed az elnyomókat, tehát az elnyomó gyerekeket, mert voltak ilyenek, emlékezz vissza, azok nem a jó tanulók közül kerültek ki sose. Azok mindig igen rossz tanulók voltak. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a tanulásra az elnyomónak a feje olyan, mint a szita. Oké? Tehát átesik rajta a dolog. Na most, de az a baj a szociális emberrel is, hogyha elnyomják, és ő elnyomoskodik ezáltal, akkor ő is ugyanígy nem tud tanulni. Tehát magyarul hiába tanul, gyakorlatilag nem tudja megjegyezni azt, amit tanul, és nem tudja alkalmazni azt, amit tanul. Miért? Nagyon egyszerű. Mert ugye amikor az ember elnyomoskodik, akkor amikor nagyon passzív elnyomó, akkor ugye ilyen bánat szinten elnyomoskodik. Tehát például úgy, hogy sír. Oké? Vagy majdnem sír.
Tehát amikor valaki a sírásával manipulálja a környezetét, az is elnyomás. Világos ez? Na akkor nézzük tovább. Amikor valaki fél és hangot ad a félelmének, tehát kifejezi a félelmét a környezetében, az is egy elnyomoskodás, mert félelmet gerjeszt a többiekben. Ezek mind rossz hangulatok, ha végig gondolod. Jön a következő, mikor valaki mondjuk haragos vagy gyűlölködő, az azt jelenti, hogy ütne, verne legszívesebben. Gondold végig, hogy azzal, hogy ütne, verne, vagy legalábbis ordibál és hadonászik, azzal szerinted nem elnyomólaghat a környezetére? Dehogy nem. Na most, amikor valaki mérgesen, haragosan, nem haragosan, ordibál, de már nem csapkod, de ordibál. Gondold végig, hogy ő nem elnyomólaghat a környezetére? Dehogy nem. És ezekben az állapotokban az ember, ha tanulni akar, nem tud, mert nem tudja megjegyezni a tudást, alkalmazásra ezáltal szó sincs. Miért nem tudja? Nagyon egyszerű, mert nem tudja a jelenre koncentrálni a figyelmét. Oké? Tehát nem tud odafigyelni. A gondolatai azok a múltban járnak. Jó, tehát, és ez egy nagy gond, ezt azért magyarázom el, hogy megértsétek, hogy az elnyomók vagy az elnyomoskodók miért nem juthatnak be az aranykorba. Tehát az aranykor azt a célt szolgálná, hogy az emberek olyan gyorsan tanuljanak, hogy képesek legyenek feljutni egy magasabb létformába úgy, hogy tudatosan feljutni a magasabb létformába. Ehhez nyilván az kell majd a magasabb létformában, hogy nem meghalsz, hanem lecseréled a testedet. Az nagy különbség, hogy meghalsz, vagy lecseréled a testedet. Oké? Tehát lecseréled nem egy csecsemőre, nem egy gyerekre cseréled le, hanem egy fiatal felnőttre. Egy fiatal felnőtt testre. De az azt jelenti, hogy az aranykorban az is meg lesz tanulva, tanítva, hogy az ember szabadon kibejárhasson a testébe. Világos ez? A lélek. Tehát maga a lélek szabadon kibejárhasson a testébe. Tehát ugye a fenti létformában nincs testhez rögzített lélek, csak itt a Földön az embereknek van ez a kiváltsága. Jó? Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, van egy fő célja az emberiségnek, illetve az emberiséggel a fentieknek, és hát az emberiségnek is, mert az emberek ezért jöttek le. Tehát azért jöttek le ide a Földre, hogy annyi tudást és tapasztalatot szerezhessenek, hogy képesek legyenek a fenti létformába visszakerülve pontos megkülönböztetést tenni minden jó és minden rossz között. És szándékosan még véletlenül se akarjanak rosszat másoknak. Oké? Tehát, mert ugye miért nem? Nagyon egyszerű, mert megtapasztalták azt a tudást, ami az elnyomás idején történik egy emberrel, amikor elnyomást kap és elnyomást érez, hogy az vajon mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Szóval a lényeg az,
hogy az emberek nyilván ezt tudatosan nem tudják, csak ha tanulják, hogy azért jöttek le a földre, hogy ne járjanak úgy, mint Lucifer meg a követői annó annak idején, de tényleg ezért jöttek le, mert ugye a Lucifernek nem volt egy olyan fajta iskolája, mint a föld, és ezáltal ugye saját élete során élte meg a jót és a rosszat, és ez úgy működik, hogyha egy lény hosszú ideig problémákkal találkozik, akkor, tehát egy értelmes lényről van szó, de ez még egy állatra is igaz, egy fejlettebb állatra is igaz, ha hosszú ideig problémákkal találkozik, akkor hát elkezd olyan dolgokat tenni, ami nem abban a helyzetben, nem szeretet alapon és nem optimálisan működik. Szóval lényeg az, hogy az embereknek a lelke olyan tapasztalatot kell gyűjtenie itt az élete során, vagy az életei során, ahol visszakapva azokat a tudásokat és információkat, amit a legutolsó életével lezár, és visszakapja az összes tudást, amivel létezett a világegyetemben, akár nem emberként is. Jó, amikor ilyet kitalálnak, hogy, hogy neked te kő is voltál, meg mit tudom én, hangya is voltál, akkor ezen csak jókat szoktam mosolyogni. Szóval ez úgy hülyeség, hogy van, na mindegy, szóval nem azt a fajta tudást, jó? Mert neked meg kell élni még a kőséget is, érted? Meg a növénységet, hogy milyen növénynek lenni, szóval ez hihetetlen, tehát egy értelmes ember, egy értelmes lénynek ilyeneket nem kell megélni, mert az értelmével fel tudja fogni, tehát ezért ilyen egyszerű, jó? Tehát nyilván, ha nem lennénk értelmesek, akkor lehetne ezt mondani, de mivel értelmes lélekről van szó, ezért ugye azt fel tudja fogni. Tehát onnan tudni, hogy egy lélek milyen értelmes tudás nélkül, hogy a pici gyerekkel, az egész picivel meg tudsz értetni dolgokat, jó? Úgyhogy a lelkéhez beszélsz és megérti a gyerek. Szóval hát csak azért nem tudják ezt a szülők, mert nem próbálták mert azt hiszik, hogy egy kis tudatlan setes uta valakivel, valakiről van ott szó, ugye ott egy ilyen csecsemő testben, jó? Szóval itt vagyunk mi emberek, és aranykortba kellene jutnunk, de azt gondolják itt a Földön nagyon sokan, hogy csak úgy maguktól az aranykorba bejutnak. Na most én tudom, hogy azért jöttem le a Földre, hogy azt a tudást, ami ahhoz kelljen, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, azt képes vagyok átadni. Tehát képes vagyok átadni. És lényeg az, hogy ugye, ha most tudom én, csinálnánk egy ilyen fajta felmérést az embereknél, hogy ugye egymás után hanyadik életet élte le itt a Földön, akkor ugye az én esetemben kiderülne, hogy az előző életem az nem földi létforma volt, de nem is kő, jó? Így van. Se olló, se papír, se olló, így van, jó? Szóval lényeg, hogy ugye nézzük akkor tovább ezt az aranykor kérdést, ez elnyomásmentes társadalom, ugye ban tudják az emberek azt elérni, a szociális emberek, hogy annyit tanuljanak, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek utána a felső létformába felkerülni. Ez nem azt jelenti, hogy ahhoz akkor meg kell halni,
hanem az azt jelenti, hogy fogja és kilép a testéből. Tehát megtanulja ezt, hogy ki tudjon lépni a testéből, és fogja és elhagyja a testét. Világos ez? Tehát maga a halál most egy kényszer. Tehát a legtöbb ember számára. Bár a szellemileg fejlett embereknek ez nem kényszer, mert fogják és szó szerint elhagyják a testüket. Anélkül, hogy megszenvednék azokat a halál előtti napokat, heteket, órákat vagy hónapokat, amit manapság az emberek megszenvednek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem azért hagyja el majd valaki a testét, mert mit tudom én, akkora nyűg, hogy el kell hagyni, hanem azért, mert ezzel a testtel már nincs dolga. Világos ez? Oké? Tehát most gondold végig, ez a test, ez 21 éves kortól öregszik. 21 éves kortól. Tehát akkor eléri a maximumot 21 éves korba, és utána onnantól kezdve öregszik. És ugye ez nem lineális, hanem egy kicsit exponenciális. Tehát ami azt jelenti, hogy idősebb korban gyorsabban öregszik. És ugye még idősebb korban még gyorsabban öregszik. Ezért ugye, ha megnézitek, ez tényleg így van. Ezért ez ugye egy kis exponencialitás van benne, hanem is sok, de nem lineális, az biztos az öregedés. Szóval gondold végig, hogy ez úgy fog lezajlani, hogy az emberek az aranykorban egyszerűen azt mondják, hogy jó, akkor már ugye megkaptam az információt arra, hogy mehetek a fenti létformába, és akkor fogja, kilép a testéből, és lélekként elhagyja a bolygót. Oké? Okay? Jó? Tehát nem kell megélni ennek a halál előtti időszaknak a gyötrelmeit. Jó? De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye ahhoz viszont, hogy az ember ezt megtehesse, ahhoz ugye tanulnia kell, fejlődnie kell, méghozzá olyan dolgokat kell tanulni, amivel módszereket tud használni. Tehát minden fejlődéshez módszer kell. Tehát ha csak tudást adnak, de módszert nem adnak hozzá, mi az, hogy tudás, hogy ilyen vagy, ilyen legyél? Jó? Tehát, de ha nem mondják meg, hogy hogyan váljon az ember olyanná, nem mondanak pontos használati utasítást, ez olyan, tehát a képzések nagy része olyan, mintha egy olyan receptkönyved lenne, hogy azt mondanák neked, hogy süss, vagy főz, ezt vagy azt, de nem mondanák meg, hogy hogyan. Érted? És megmutogatnák esetleg, hogy az hogy néz ki. Érted? Sőt, még lehet, hogy meg is kóstolhatnád, de nem mondanák el, hogy hogy kell megcsinálni. És akkor találd ki magad, hogy hogy kell megcsinálni azt, amit láttál, vagy meg is kóstoltad. Érted? Tehát ilyenek a képzések, nem nálam, szerte a világban. Érted? Tehát magyarul felkeltik rá az érdeklődést, hogy hú de szép, hú de jó, de azt, hogy hogyan jusson el oda az ember, tehát ugye azt képletesen szólva mondom, azt a süteményt, vagy azt a levest, vagy azt a második félét, hogyan csinálja meg az ember, azt nem mondják el. Tehát magyarul hiányzik az a pontos útmutatás. Ugye ebben különbözünk a többiektől, hogy pontos útmutatást adok gyakorlatilag mindenre. Tehát mindenre, hogy hogy juss el A-ból B-be. Jó? Tehát lényeg az, hogy az embereknek tudás kell ahhoz, hogy elérjék azt,
hogy bekerülhessenek az aranykorba. Tehát az aranykorba már nem lehet elnyomás. Azért nem lehet elnyomás, azt értsd meg, mert ha elnyomást csinálsz az aranykorban, azzal megakadályozod a saját és azoknak a személyeknek a fejlődését, akit éppen elnyomsz. Világos ez? Tehát az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahova már előkészülettel lehet bejutni, úgy, hogy az ember képes kezelni azt a helyzetet, hogy te elnyomást kapsz, és nem adod tovább. Világos ez? Tehát magyarul magát az elnyomást képes vagy kezelni. Ezt még az aranykor előtt kell megtanulni, és ez a legtöbb embernek baromi nehéz megtanulni, mert hosszú gyakorlás következményeként tudja ezt elsajátítani. Tehát hosszasan kell gyakorolni, és addig, mire ezt megcsinálja, rengeteget fog még hibázni, de egyre kevesebbet. Világos ez? Na most, itt egy kérdés van, hogy hányan hajlandók tanulni. Ez a kérdés. Mert tudod, mi a baj? Az a baj, hogyha nem akarnak sokan tanulni, akkor sok embernek, nagyon sok embernek, túl sok embernek kell meghalnia. Mondom, kell. Mert nem juthatnak be az aranykorba. Az aranykorba nem bejutás pedig azt jelenti, hogy előtte az illető vagy az illetők elhaláloznak. Nem közvetlenül előtte, hanem abban a 9 évben, amiről beszéltem. Oké? És tudod, az a gond, hogyha elkezdesz számolgatni, akkor ugye, ha túl sok a halál, akkor ugye a bolygón lehet egy olyan fertőzés, hogy azokra is kiterjed, akiknek be kéne kerülni az aranykorba. Világos ez? Miért? Mert egyszerűen annyi a haláleset, hogy akik életben maradnak, nem tudják eltemetni. Világos ez? Ezért a fentiek megoldják ezt a kérdést, nyilván a lentiek manipulálásával, mármint nem csak az ember kell hozzá, hanem a környezet manipulálásával is. Tehát ami azt jelenti, hogy mit szoktak emberek csinálni, amikor ugye nem eltemetik a halottakat, hanem fogják és mágia azt elégetik. És akkor egyszerre sokat tudnak. Na most, de ha kevés az ember, akkor még ezt se tudják megcsinálni az emberek. Ezért tűzözönnel kell elpusztítani az embereket. Világos? Ez most, drága barátaim, üzenet fentről. Világos voltam? Mert a holtesteket el kell tüntetni, így van. De azért tűzhalált szenvedni nem egy örömteli dolog. Gondoljátok végig. Szóval lényeg az, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni. De van egy másik prücök, ha nagyon kis létszám lenne az aranykorra, akkor nem lehet az aranykor, mert ugye azért kell, hogy sokan bejussanak az aranykorba, azért, hogy tehát az emberiség meghatározza ennek a bolygónak a rezgését. És a bolygó rezgése az csökkent azóta, mióta ez a pandémia baromság van. Tehát az azt jelenti, hogy az emberek, ha rosszabb hangulatúakká válnak általánosan, akkor az egész bolygóra kiható
rezgés, csökkenés következik be. Ez meg egy ellentétes fajnak, ellenséges fajnak, tehát ellentétes, ellenséges, azért ellentétes, mert a fentiek magas rezgésűek, ők pedig, akikről beszélek, alacsony rezgésűek. És ezért ellentétes, de ellenséges is, ami azt jelenti, hogy a fentiekkel ellenséges, az emberekkel pedig burkoltan ellenséges. A burkolt ellenségesség az azt jelenti, hogy amikor egy lény burkolt ellenséges egy személlyel, tehát nézzük mondjuk A, B-vel szemben burkolt ellenséges. Ez azt jelenti, hogy nem tudja, hogy ő vele, tehát a B nem tudja, hogy az A vele szemben ellenséges, mert a háta mögött ellenségeskedik. Világos ez? Tehát a B háta mögött ellenségeskedik, úgy, hogy az A, illetve B tudomására ne jusson, hogy A ellenséges. Világos ez? Na most ezt csinálják az ellentétes erők, az ellenséges erők, a fentiek ellenségei, akik nem fent vannak, hanem lent vannak a bolygó mélyén, ezáltal biztonságban vannak, nem sokan vannak, tehát az emberiséghez képest is kevesen, fentiekhez képest is kevesen, de mégis annyian elegen vannak, hogy az összes vezetőt, akinek befolyása van az emberekre, azok közül a nagy részét, akik szellemileg nem védettek ezzel szemben, azokat hipnotizálják. Oké? De szó szerint értsétek a hipnotizálást. Szó szerint. Tehát lényeg, ahhoz elegen vannak, hogy ezt megtegyék. Jó? Tehát gyakorlatilag itt az a tervük a fentieknek, hogy az emberiségnek magas rezgésűeknek kell lenni, és akkor az alacsony rezgésű lényeknek tarthatatlan az a terület. Tehát ez mindig így van, hogy a magas rezgés és az alacsony rezgés egy térben nem fér meg. Tehát ha túl sok a magas rezgés, akkor onnan elmenekül az alacsony rezgésű lény. Ez az emberekre is igaz. Ha túl sok a magas vagy az alacsony rezgés, és kevés a magas rezgés, akkor a magas rezgésű lény menekül el. Na most mivel a világegyetem, a magas, nem a világ, a világegyetem ezen része, és a mi naprendszerünk a magas rezgésű lények tulajdonában van, ez olyan, mint egy ország, úgy értsétek, a naprendszerünk, de én inkább úgy mondanám, olyan, mint egy megye, jó? A naprendszerünk olyan, mint egy megye, és ez a megye, a mi naprendszerünk, az a magas rezgésű tulajdonában áll, de ugye többször előfordult, hogy sikeresen, ugye sikerült a föld mélyére lemenekülniük az alacsony rezgésű, a fentiekkel ellentétes energiájú lényeknek. Na most, de ha ezen a bolygón magas lenne a rezgés, akkor ezek a lények itt hagynák a bolygót, mert egyszerűen tarthatatlan lenne számukra ez az igen magas rezgés. Na most, ha ez nem valósul meg, akkor ezek a lények itt maradnak, és akkor csak egyetlen lehetőségük van a fentieknek, hogy kiűzzék innen
ezeket a lényeket, úgy, hogyha szétrobbantják a bolygót. Na most ez azt jelenti, hogy nyilván előtte összegyűjtik azokat az emberi lelkeket, akik megérdemlik, mert már képesek lennének legalább aranykor szinten élni, ugyanis van egy aranykorú bolygó, egy másik, jó? Tehát csak nem itt a környéken, tehát nem a naprendszerben, van egy olyan bolygó, ahol aranykor van már, oda akkor átviszik azokat a személyeket, akik már érettek az aranykorra, a többiek lelkét összefogdossák, és kiviszik az univerzumunk szélére, ott van egy földszerű bolygó, illetve naprendszer van ott is, ott létrehoztak egy naprendszert, ott van olyan bolygó, ahol képesek a lények, a lelkek a létközi állapotot megélni, fennmaradni létközi állapotban, és amikor sorra kerülhetnek a születéssel, azon a bolygón leszülethetnek. Ami azt jelenti, hogy az a bolygó, ahol újra telepítik az emberi életet, az körülbelül olyan 100 családdal kezdik el. Oké? Tehát 200 ember. És gondold végig, hogyha most innen mondjuk 8 milliárd lelket áttesznek létközi állapotba, vajon mikor kerül sorra 8 milliárd ember mindegyikének az újraszületése? Hát ha nem is pár millió év, de mire a 100 családból lesz mondjuk 3 milliárd család, vagy 2 milliárd család, hát az még azért az idő. Na most ez azt jelenti, hogy akik az elején ugye újra születnek, azok kőkorszaki körülmények közé születnek, nyilván akik mondjuk pár ezer év múlva születnek még csak újra, hát azok már egy magasabb létformában, mondjuk egy ókori létformában születnek. Oké? Szóval lényeg az, hogy ott végig lesz csinálva ugyanaz, ami a Földön, tehát hogy a lelkek megéljék a jókat és a rossz cselekedeteket, ahhoz kell ez a fajta működése, ami embernek van, ez egy teljesen különleges az értelmes lények között, ezért az ember emiatt a működés miatt csak fél értelmesnek tekinthető, de szó szerint értsétek, mert félig állati gének vannak az emberben, félig pedig isteni gének vannak benne, és lényeg az, hogy, mi emberek ugye választhatunk mi saját magunk, hogy mit is szeretnénk, de tudni kell azt, hogy a tudás gyakorlás nélkül, főleg addig, míg van elnyomás, hát nagyon nehézkes. Tehát nagyon nehézkes. Tehát a gyakorlásra kell lehetőség az embereknek, de ez megint, mivel szabad akarat van itt a bolygón, ezért a gyakorlási lehetőséget is az emberek maguk választják, hogy akarok vagy nem akarok, és én azt látom sajnos, hogy a többség, mintha nem akarna gyakorolni, a túlnyomó többség, mintha nem akarna gyakorolni. Hát a túlnyomó többség azt gondolja, hogy majd tanulok, tanulok, és akkor változok és fejlődök. Na most eleve ugye az a baj ezzel, hogy körülbelül úgy számíthatsz, hogy minden 10 emberből
8 fog veled elnyomoskodni. Jelenleg ez a helyzet. Tehát abból a 8-ból ugye 6 szociális ember, de mégis elnyomoskodik, mert elnyomják őket. És mai világban csak egyetlen egy dolgot tehet egy ember, egy szociális ember, hogy szociális emberekkel veszi magát körül, és amennyire csak lehet, megszakítja a kapcsolatot, a kommunikációt az antiszociálisokkal. Tehát amennyire ez lehetséges természetesen. Hát ez tökéletesen nem lehetséges, sajnos. Ugye ezért csinálták a kolostorokat, és ezért voltak remeték, hogy teljesen elvágják magukat az elnyomóktól. Tehát a kolostorokban nem voltak elnyomók, és aki remetéskedett, az ő környezetében sem volt elnyomó. Hát ezért volt remete. Na most ugye a mai világban kolostorba vonulni, hát milliárdok nem fognak tudni. Remeték sem tudnak milliárdok lenni. Ugye most más lehetőség lenne. Most tanulói közösség létrehozók lehetnek, akik a tanulói közösségüket hozzák létre. Érted? És azokkal kommunikálnak, akik tanulnak. Én csak a legszükségesebbeket kommunikálom olyan emberekkel, akik nem tanulnak itt. Világos ez? Tehát mondjuk ez a kommunikációmnak hát körülbelül 5%-a vagy az alatt van. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ezáltal nem tudnak elnyomni, érted? Mert nem kommunikálok velük. Tehát ugye hogy tudja az ember ezt megtenni? Ezt úgy tudja, hogy a munkáját, a foglalkozását alakítja arra, hogy olyan emberekkel kommunikáljon, aki a tanulói közösség vagy közösségünk része. Világos ez? Na most ennek még ráadásul megélhetési lehetősége is adódik mindenki számára, aki saját tanulói közösséget hoz létre. Oké? Okay? Tehát még egyszer mondom, saját tanulói közösséget hoz létre. És az azt jelenti, hogy a tanulói közösségben bárki gyarapíthatja a tanulók számát. Ez nálunk úgy van kialakítva, hogy a tandíjnak jelenleg a 75%-a jutalékkiosztásban kifizetésre kerül azok számára, akik részt vesznek a tanulók szervezésében. Jó, tehát ez nem kötelező, ez egy arra adott lehetőség, hogy minél hamarabb ezt tud magad szeparálni az elnyomóktól, illetve az elnyomók elnyomóitól. Világos ez? Tehát, és azoktól természetesen, akik az elnyomók elnyomottai. Tehát nem is azt akartam volna mondani, hogy elnyomók elnyomói, hanem azt, hogy az elnyomók és elnyomottaik. Jó? Tehát az elnyomottak, azok az a baj, hogy nem tudod megkülönböztetni, hogy ő elnyomó, vagy csak elnyomást továbbító személy. Ezt meg kell tanulni, és ezt is gyakorolni kell. Tehát ha az ember már tud ilyen dolgokat, akkor egyszerűen
nagyon gyorsan fel tudja mérni és tudja kezelni az elnyomói kommunikációt, helyesen tudja kezelni, illetve mondom, elnyomókkal csak akkor kommunikál, vagy olyanokkal, akik az elnyomóknak az elnyomottai, tehát szociális személyként elnyomoskodik, ha nagyon szükséges, de akkor is tudja azt az egyént helyesen kezelni. Világos ez? Tehát nem azt jelenti, hogy fogja, az kupán vágja valamivel, hogy elhallgasson. Hát nem ilyen agresszív kezelésre gondoljatok, jó? Na most ezért, hogy az ember képes legyen ugye fejlődni és tanulni, még az aranykorig is, ezért szükséges, tehát szükséges, de nem kötelesség, érted? Tehát nem kötelez rá senki. Tehát te vagy eldöntöd, hogy szükséges, vagy nem, de az már a te dolgod. De én úgy látom, hogy szükséges a szeparáció az elnyomóktól és az elnyomók elnyomottaitól. Világos ez? Tehát nagyon sokan embert ismerek, aki nem elnyomó. De olyan mértékű elnyomást kap, hogy esze ágába sincs tanulni, fejlődni. Világos ez? És sajnos jelenleg a bolygó nagy része ebben az állapotban van. Tehát egy olyan ember, aki félelemben van, annak a legtöbbje nem jut el odáig, hogy ő neki kellene tanulnia, hogy változtasson az életén. Tehát az emberek azt várják, hogy majd valami külső segítséggel valami pozitív változás történik majd az életében. Na most ez úgy tévedés, ahogy csak kimondtam az imént. Tehát ez egy óriási tévedés. Pozitív változás az életedben akkor tud történni, ha te a pozitív változásért teszel. Márpedig a pozitív változásért, hogy az ember tudjon tenni, ahhoz az szükséges, hogy legyen tudásod, egy, módszered, kettő, harmadik, pedig ha elakadsz, kapjál segítséget. Világos ez? Tehát legyen kihez fordulni, és legyen kitől kérdezni. Szóval elmondtam nektek azt, amit üzentek a fentiek, hogy mondhatok, és ha megnézitek, ez egy gond van, hogy ebbe benne lepeg az a tűzözön, amit esetlegesen fegyverek okozhatnak. Oké? Fegyverek, persze. Hát mennyi olyan fegyver van, amelyik elhamvasztja a környezetét? És hát nem csak, hát gondolj atombombára. Hát az meg persze. Láthatatlan, hogy gyorsan is csinálják. Így van. Ez nem tűz. Nincs időt gondolkodni. Nem tűz, ez rossz. Szóval a lényeg az, hogy itt van egy lehetőség, ugye nem szeretné gondolom senki azt, hogy ez a bolygó a Marduk sorsára jusson. A Marduk az a Mars és a Jupiter közötti bolygó volt, ami jelenleg kis bolygó övezet, tehát a romjai vannak annak a bolygónak, ott keringenek ugye a Mars és a Jupiter között. Tehát az egy volt bolygó, ha egyébként megnézitek az ókori rajzokat, az ókori rajzokban az a Marduk bolygó még ott van. Tehát nem olyan régen robbantották azt szét, ezt csak úgy mondanám. Tehát ilyen kővésetekben, stb., amilyen ókori meg festményekben
ilyen fali, ott van szépen az a bolygó. Jó? Tehát ezt csak úgy mondom, ha valaki esetleg ezt nem hinné. Na most egy bolygó, ez olyan, ugye, erről már beszéltem, hogy mondom, ha neked lenne egy szép várad a városodban, és az az ellenség kezén lenne, amelyik mindenféle rosszat akarna csinálni a városoddal, és az a te várad lenne, azt te építetted, vagy építetted, teljesen mindegy, akkor is inkább szétrobbantanád, mint hogy még nagyobb kárt okozzanak a bent lévők. Világos ez? És sajnos egy ilyen helyzet van ezen a bolygón. Egy ilyen helyzet van. Ugye honnan lettek ezek a, gyorsan elmondom, honnan lettek ezek a negatív lények? Egy, itt az előző emberiség végén voltak harcok, és voltak olyan lények a Földön, akik egymással harcba kerültek. És a fentiek lejöttek, és rendet raktak, és azoknak egy kis csoportja, a negatív lényeknek egy kis csoportja lemenekült a bolygó mélyére. Ez nem most volt, még az előző emberiség végén. Majd volt egy csillagközi háború, például a naprendszerért, a 18. illetve 19. század, tehát az 1800-as évek végén. A naprendszerért volt, tehát nem emberiség harcolt, hanem fentiek, lentiek. De nem ezek a lentiek harcoltak, hanem mások persze. És egyébként utána tudsz nézni annak a bolygónak, vagyis annak a rendszernek, naprendszernek, ahol ők onnan jöttek. Na mindegy, most nem mondom a nevét, de lényeg az, hogy Drakon eszembe jutott, tehát Drakon, jó? Tehát onnan jöttek. És lényeg az, hogy volt ezért a naprendszerért egy harc, és a naprendszerben történt csatázás végeredménye ugye az volt, hogy megnyerték a fentiek, és a lentiek egy kis csoportja lemenekült ide a Földre, és bemenekült a társaikhoz, a régi társaikhoz. Azért tudni kell, hogy csak az ember teste ilyen halandó, mulandó, más testek tovább élnek jóval, akár több ezer évig is, és azért mondanám, hogy a lélek az meg halhatatlan. Ugye halhatatlan, és ugye mindenhol, tehát sehol nem csecsemő testbe születnek a lelkek, hanem mindenütt felnőtt testbe, úgy, hogy a tudásuk nincs törölve. Tehát az emberi test be költözéskor, költözés előtt azért kell törölni a tudást, mert az ember, illetve egy lélek, ha egy tudással, főleg ha nagyon nagy tudással rendelkezik, de gondold bele, ha mostani tudással belekényszerítenének egy csecsemő testbe, beleőrülnél. Megőrülnél, szó szerint. Tehát annál nagyobb rabságot nem lehet elképzelni. Ezért mielőtt ugye leszületik a lény, azelőtt kitörlik a tudást, és egy olyan testbe kerül bele, ahol tudás nélkül, és tudás nélkül túléli simán azt a fajta működést. Jó, tehát, de ugye miért éli túl? Mert szeretetet kap. Tehát szeretetet kap. Na most ezeket a dolgokat, amit elmondtam, nem kell elhinni. Felőlem azt hiszel, amit akarsz. Nekem aztán teljesen mindegy, te mit hiszel. Én tudom, hogy ez így van, oké? És ezeket a dolgokat én nem az ujjamból szoptam. Jó? És
ennél nem ennyit tudok, hanem sokkal többet, de ugye annyit mondhatok el, amennyit elmondhatok. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, hogyha mondjuk tetszenek azok az előadások, amit hallasz itt a díjmentes részben, akkor esetleg mennyire tetszhetnek azok, amit a második részben hallhatsz. A második rész azok a mi elnevezésünkben coach képzések, mert egyébként egy szakmát is adnak. A coach az egy ember és életjobbító szakma. Tehát képes a coach rávezetni egy illetőt a problémájának az okára és a megoldásra. Szóval lényeg az, hogy a képzéseinket szerdánként és vasárnaponként tartjuk. Ugye vasárnap másfél órával előbb, másfél órával? Igen, másfél órával. És 30 óra képzést tartunk havi szinten, 30 óra képzés, 9800 forint akciósan most, egyébként 19700 forint az első hónap akciósan. Mindenkinek javaslom, próbáljon ki 3 hónapot. Csak az a baj a kipróbálásra, hogyha utána abba hagyod, te azt gondolod, hogy bekerülsz az aranykorba, pedig nem fogsz. Bár lennének olyan társaságok a bolygón, akik ugyanúgy tudnának tudást átadni az aranykorhoz, és tapasztalatot, és módszereket, és gyakorlási lehetőséget átadni, mint ahogy itt, de nincsenek. De nincsenek. Mi vallás és politikai befolyástól mentesek vagyunk, tehát, és nem is fogunk ilyen módon befolyásoltság alá kerülni sose. Jó? Tehát engem már megpróbáltak megvenni, nem kis pénzért, nem lehet, sőt akartak, hogy induljak képviselőnek parlamentbe, nem lehet ilyenekkel, érted? Tehát én nem. Szóval lényeg az, hogy várunk szeretettel a képzéseinken. Mindenkinek szép estét kívánok, 25 perc szünetünk lesz, és kezdődik a coach képzés. Szeretlek benneteket, sziasztok!